Lassan magához tér a sporthorgászat is. A keftelési pecázást a koronavírus járvány mellett a szokatlanul hideg április vetette vissza. Hat mázsahal érkezik a karcagi határban található téglagyárítóhoz. Idén ez már a második haltelepítés a környék legnépszerűbb horgászhelyén. A maival együtt másfél tonnányi fognivaló kerül a 6,5 hektáros tórendszerbe. Most ez a hideg idő ez nem tett jó nekünk se, meg a halaknak, meg se a természetnek se. Nem igazán táplálkoznak még most se a halak. Tavaly 26 mázsa hal került a tóba. A vírushelyzet miatt azonban nagyon sok pecás távol maradt a horgászhelyektől. Így az ideivel együtt komoly halbőség is van a téglagyárítóban, amelynek vizét minden évben minőség ellenőrrel vizsgáltatja be a helyi 450 tagú horgászegyesület. Ez volt a második telepítésünk, az első telepítés az 8 mázsapont volt, ez a második telepítés pedig 6 mázsapont, mind a két telepítés 3 nyaras pont volt. Lesz még majd persze telepítés, csak hát ugye attól is most, mert mint a más, vagy mindennek az ára ugye halára is nagyon emelkedik, állítólag már június ilyen 1000 forint per kilogrammos halárat mondtak. És ez mindenképpen pontyot szoktak hozni, mert azt szeretik a horgászok? Igen, pontyot szoktunk telepíteni, főleg mert azt szeretik a horgászok. Hány tagja van az egyesületnek? Hát durván gyerekekkel most olyan 430-450 tagja, ugye azért is van kevesebb, mert majdnem egy hónapig zárva volt az iroda, mert ugye nem vállalták, hogy nehogy valami bajuk legyen a hölgyeknek, akik bent dolgoznak, és most kevesebb van, azok meg lehet, hogy elmentek bucsára, vagy kisúszálláson váltottak állami jegyet. Mennyire jellemző, hogy nyáron napi jeggyel turisták is érkeznek? Hát szoktak jönni vidékről, és turisták, ma az idén is voltak napi egyes horgászok. Napi egyet meg benne az is a horgászboltba lehet venni. Mivel a ma kihelyezett három nyaras pontyok súlya meghaladja másfél-két kilót, így a telepítés miatt nem kell tilalmat hirdetni. A horgászok azonnal rámehettek a friss zsákmányra. Ahogy azt többen is megtették a barátságtalanul hűvös április utolsó napján.